Szabó Zoltán Attila, a tabán a világ közepe. Minden út a tabánba vezet. Nemrég találkoztam diáktársaimmal, és egy budai étteremben ott folytattuk, ahol húsz évvel korábban abba hagytuk. Bort rendeltünk, az igazságnak tartozunk annyival, hogy messzeföldi villányit, hiszen tabányi úbort már csak a múzeumokban rejtegetnek palacba zárva. És azon tűnődtünk, hogy eshet meg felnőtt emberekkel az a szégyen, hogy képtelenek kievicskélni a múlt lombikjából, a gyermekkori burokból, bárhová is veti őket a sors, Ausztráliától Csilléig, a Lila Újpestől a Vörös Csepelig, minden sejtjükben, idegszálukban kitartanak az első kerület, a Kosciuszkó kótádi utcai általános iskola eszménye, vagy mi emellett. Függők vagyunk, Ugyanúgy rekedtünk itt, mint az Ulpius házban Mihály, János Ervin, Éva és Tamás. Igen. Szerbantal utas és holdvilág című remeke, hőseinek sajátos kanosszája legalább felhomályosított minket arról, hogy nincs menekvés. Igaz, hogy ők a várban építettek maguknak légvárat, pszichoszínházat és szerelemtrambulint, de aki itt nőtt fel, vagy ide származott, pontosan tudja, hogy a Tabán, a Naphegy, a Krisztina város, a Viziváros és a Várhegy egyetlen test. Úgy tartoznak össze, mint a lélek, a szív, az agy, a kéz és a láb. És nem számít idegen testájnak még a csörszpat sem. Ez a városrész az őshaza. Idézve egy régi blúzt, messze Mississippi, messze ide London, de a Moszkva téren most is csak azt mondom. Azt mondom, hogy itt a világ közepe. Ahol megeshetnek olyan csodák, amelyet apám mesélt el először, majd a nagyapám is, végül nagyapa régi barátja, a Tabán univerzumot megrajzoló Zórád Ernő, aki gyerekként találkozott a nagy Krúdival, s kémlelte, leste a folyton mókára kész, ultizó felnőttek asztaltársaságát, ahol ott ült a hős rendőrdetektív Szabó Bácsi is, és mint amolyan korai rabálhősök sörtittak és sütkéreztek a Gellért hegy felett nyújtózó napkorong alatt. Vártak valakit, egy igaz barátot, aki mindig délután ötkor masírozott be a söntésbe. Krúdék azonban már háromnegyed ötkor megrendelték neki a nemes nedűt. Ivó cimborájuk amúgy egy őz volt. A szelédvad a budai hegyekből szállt alá, hamar belefetyelte a pikoló világost, hálásan viccentett, majd negyed hattájt sarkon fordult. Másnap megint persze pontosan érkezett. A tabánt óz, a nagy varázsló is megirigyelheti. Ugyan kilátott oly varázslatos hollywoodi tablót, amely versenyre kelhetne a Gellért egy sziklái által védelmezett terület igaz történetével. Megfordultak itt a kelta eraviszkuszok, a rómaiak, a törökök. A városnegyed neve is török eredetű. Tabakhane, Tabahon, Tabán, azaz a tímárok földje. Később jöttek a szerbek, megépült a rácsfürdő. A 18. században szőlővenyigék sorjáztak a dombokon, úgy tartották, erre felé készül a világ legtisztább bora. És gírbegurba utcácskák, házikók nőttek ki a földből, minnek saját sors, privát történelem jutott osztály részül. Mintha csak a Londonhoz közeli rájfalucskában járnánk. Sirályöptés halszagú tengeröbölnek megteszi a Duna. Evidék sokáig úgy tűnt, minden vihart átvészel. Az 1810-es tűzvészt, az ördögárok árvizeit, a lánchíd fémtestére merészkedő forgalmat. De a 20. század pokla megtette hatását. A budai Montmartre sikerült leradírozni a térképről. A vennyigéket eltaposták, a sert kőbányáról utaztatták ide. A hírneves Tabáni iskolát láncos bomba zúzta szét. Mégse vált szellemvárossá, satnyult western díszletté a környék. A csapucától az Ulpius házig, az Attila uttól a Cakó utcáig minden maradt a régiben. A helybéli utasok ragaszkodnak ahhoz a holdvilághoz, amely csak az első kerület fölött tündököl. A polgár polgárfogoly, emlékek, tradíciók, ideképzelt mesebirodalmak, titkos szegletek, utcák, terek, sikátorok, kockakövek szerelmese. A tabáni, krisztinavárosi, vízivárosi ember a nagyvilág egy parányi, egyszerre látható és láthatatlan, egyszerre büszke és játékos szigetén él. És mindezt legbelül már az a kisiskolás is tudta, aki ma villányival kocint az 500-as számú telekiblanka úttörő csapatra, de még kostolhatta a Kuntor krémmesét, aki futballozhatott a Petőfi pályán aki megpróbált bemászni a vár alatti kazamatákba, aki bújócskázott a naphegyen, aki vadkamaszként izlelte az Erzsébet híd alatti örökkocsma sörét, aki flipperezett a tabáni teázóban, aki bandázott a horvát kertben, és aki csókolózott a diadalmoziban.